Kemi? Kemi? Jó. Jó, osztott akkor nem lehet. Szóval én nem csak jogászként vagyok itt most jelen, hanem polgárságosodott gyermekek szüleit is szeretnék képviselni. Úgyhogy Miklós vagyunk itt, vagy vagyok itt jelenvele, és szeretném megköszönni mindazoknak, az orvosoknak, minden olyan mozgalomnak, akik felvetették a gyerekoltásokkal kapcsolatos kérdéseket is, hogy ezzel is segítenek bennünket. Az elmúlt időszakban biztosan mindenki észrevette, vagy ki nem, mondtam ezt most értesül róla, hogy a sajtó is felkapta ezeket a témákat, hála Istennek, és mi ebből hoztunk kettő csemegét, amit most szeretnénk megmutatni, azért, hogy mindenki lássa, hogy a jelen pillanatban a kormányzat és a kormányzat közeli publicisták hogy állnak a mi mozgalmainkhoz. Hangod. Hangos nincs. De úgy jelennek, sűrű igazat, nyugodtan az összeset. És hát a végén ezért maradt egy kevésbé vicces, amivel egész egyszer nem tudok mit kezdeni. Ez már ide haza történt. A gyerekeket veszélyezteti az oltás ellenes lobby, akik sorra betegelik az orvosokat. Ez az új díj. Tömegével indítottak eljárásokat, büntető feljelentéseket az elmúlt időszakban gyermekorvosok ellen, miután azok nem adták ki a védőoltás alóli mentesítést, azoknak az egészen idióta kerték barbál a szülőknek, akik oda mentek, hogy ők nem hajlandók beoltatni a gyerekeket a kötelező oltásokat. És ezzel megtehetjük. És ülsz, és egyszerűen nem érted, hogy most mi van. És szóval tényleg eljutottunk oda a 21. század elején, hogy kretének felfedezték a nagy igazságot, és akkor diftéria, tetanusz, uram, bocsánat, szabincseppek, nem, mert ez áll, ők tudják, hogy eltart. Ők, gépvakatosok, kitalálta, hogy mostantól az ő gyereke nem lesz beadatva. És mi van, hogyha a gyerek lepényul, meghal, szamárkörülés, dologni, akkor mi? Akkor mi? Akkor majd azért fogja betelelni a komplet magyar egészség, miért meghalt a gyerek. Nem? És ha betegedik, akkor bíróság nem mondja azt, hogy tessék elmenni apukának, anyukának, ha oda. Ott lehet feljelentés, de a gyereket meg beoltjuk. Nem olyan bonyolult ez. Két nagy büdös pofon, apu anyu, gyerek beolt, mindenki az. Amíg további problémák adódnak, akkor mi sem képviselnek. Na, tartunk egy olyan szület. Dr. Mihály Angelika ügyvédnő vezetésével 13 család büntető feljelentést tett ezekért a kijelentéseért Bajár Zsolt ellen. És te is mondanám, hogy milyen bűncselekményeket valósított meg ezzel Bajár Zsolt. Emberiség elleni büntető előkészülete, kényszerítés és hatósági eljárásban, közösség tagja elleni erőszak, illetve közösség elleni úszítás. Ez a négy vádpont ellene. Neki nincs mentelmi joga, úgyhogy neki ezért a tettért felelnie kell. Következik Étvári Bence, aki az emberi erőforrások minisztériumának államtitkára. Kormány megvédi a gyerekforrásokat.
minden orvosnak oltást ad be, orvosi esküje szerint cselekszik, a gyermek egészségét, a gyermek életét. Akik feleket indítanak, olyan gyermekorvosokat halászat és furcolnak meg, hogy a gyermekek gyógyítását esküdtek fel. Láthatóan, minél sokkal több helyetest indítottak az oltások ellen, és sokkal szervezettebbnek. Átüleket terjesztenek, részletes leírásokat tesznek közé az interneten, hogyan kell akadályozni az oltás beadását. Ez óriási felelősség. Az oltás mind az egyén, mind a közösséget védi. Az átoltottság szintje visszaesik, ugyan mindig elfelelő lehetőségtér vissza a kanyarú, dorogi és szabálykörülés. A kormányra a magyar sárga terület is köszöni az oltó és gyermekorvos munkáját. Létvári Bence ellen is próbálva kell jelezteletre volna indítani, de mivel Létvári Bencét nem tenni jól illeti meg, ezért sajnos ez nem tud megvalósulni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, és most felajánlom, hogy tanulnak bennünket hívjatok orvosokat, jó? Tehát a Henny. Tehát tanulnak orvosokat hívjatok bennünket. Ahogy mentünk Józsinak, mentünk a Hefner Attilának, és nem tudtak mit csinálni, mert szakmailag blokkolik ezt, jó? Tehát mindenféleképpen tizet is hívjatok közülünk. Jó? Jó. És még egy nagyon fontos gondolat, ami lemaradt. Nagyon tisztelem azokat a családokat, akik a végsőkig elmennek a gyermekeik védelme érdekében. Sajnos én már nem tudok. Nekem nagyon-nagyon súlyos sérült a gyermekem, és mi már az időről is kifutottunk, de van még egy kisebb lányom, akiért én is el fogok menni a falig, a gazontúra is. Ezeknek a szülőknek hatalmas segítségre van szükségük. Ők többnyire nagyon beteg gyermekeket nevelnek, nehéz a nagyon körülmények között. És most mindenkit arra szeretnék megkérni, hogy hátul van egy adománygyűjtő ládánk. Akármilyen pici összeggel is, ha tudjuk őket támogatni, kérem, tegyük meg, mert ez mindannyiunk érdeke. Nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, ki volt benne, de nehéz az adatokhoz hozzájutni például autista gyerekekhez. Most a pedagógusoknál jelent meg cikk, és abba írják le, hogy 2005 óta az autisták száma ötszöröződött az iskolákon, mondjuk az iskolákon számoltak meg, mert nagyon sok gyereket, autista gyereket nem engednek iskolába, elküldik, hogy nem tudnak vele mit csinálni, és esendítettek sajátos nevelési igény, ez a levél, ebből meg több mint 100 000 van. Azért az esendő, a mozgásszervi zavartól, a szellemi, a beszédzavarig minden tartozik, ezek változhatnak, de az autista az egész életébe megy. És kéne 14-15 000 gyógypedagógus, és töredéke van. Tehát az állam nincs fölkészülve, és nem is akar fölkészülni autizmusra. Jó? Most pedig következzen Borka István barátunk, pontosan a címet elolvasom, hatékony együttműködés a győzelem kulcsa. Köszönöm. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit, és kis elnézést kérek, sajnos tegnap egész sokáig, majdnem ilyen 1 óráig voltunk Szecsei Miklós barátunknál egy előadást tartani az egyiptomi piramisok titkairól, és annyira készültem ma, hogy mindent elhoztam, csak pont a beszédemet, nem úgy, hogy majd improvizálok, úgyhogy fejből kell mondanom. Na, először is nagyon nagy gratuláció annak, hogy létrejött ez az Egyesítsük Erőinket mozgalom, és ehhez a mi csoportunk is csatlakozik, mert ahogy Kocsarfi doktor úr elmondta az előbb, hogy minél több szervezettel és csoporttal tudunk összefogni, annál jobb és annál hatékonyabb munkát tudunk végezni, és ez azt hiszem, hogy az idei évben kezd megmutatkozni, kezdi meghozni a gyümölcsét ez az összefogás. És megvan az első nagy sikerünk szerintem, és ebből a szempontból is szeretnék Hamasi doktor úrnak gratulálni, akit első fokon ugye a rémhír terjesztés ügyében felmentett a bíróság. Aztán, ami ugye egy fontos volt a tavalyi évtől kezdve, hogy elindítottuk a kötelező gyermekoltásoknak az ügyét, amiben szintén szép sikereket kezdtünk már elérni. Tavaly
ősztől kezdve, és most, ahogy szó volt róla itt az előző bejátszásokban, egy átköztük azt a média tűzfalat, amin eddig átsengedtek bennünket. Ennek a hibátóka pedig egy nagyon-nagyon tudatlanul és szerencsétlenül megírt telexes cikk volt, amire ezúton is szeretnék reagálni, mert ugyanis az írója, Nagy Nikoletta, kimutatjuk talán a nevét neki, azt se tudta, hogy miről ír tulajdonképpen. Tehát az április 7-i rendezvényünkön, amit ugye mi szerveztünk a Váci utcában, és az ügyvédeink tájékoztattak arról, hogy hogy állnak a gyermekoltások ügyében megkezdett ügyek. Ezt egyértelműen Tamasi doktor úr nevéhez kötötték, és az orvosok a tisztánlátásért egyesülethez, tehát azt se tudta, hogy nem egyesületről beszélünk az író, és mivel nem volt ott, így azt sem tudta, hogy mi hangzik el. Tehát megnézett néhány videófelvételt, két mondatot kivágott belőle, és az lett a Telexes cikknek a címe, hogy az oltás ellenes szülők kezdeményezték ezeket az eljárásokat. Hát ez egyszerűen vérlázító és felháborító volt a részünkről, mert ugyanis alapvető hiányosságok, tehát ezek a szülők, ezek beoltatták a gyereküket. Tehát itt szeretném kihangsúlyozni, hogy van olyan szülő, aki érintett az ügyben, hogy 12 oltáson esett át a gyereke, mire olyan egészségkárosodásokat szenvedett az oltás, ami után már kénytelen volt valamilyen lépéseket tenni, hogy legalább a hátralévő oltások alól fel tudják menteni a gyerekét, mert lehet, hogy meg fog halni. És itt semmiféle oltás ellenességről nem beszélhetünk. Tehát ezekben az ügyekben, akiket ugye a mi ügyvédeink képviselnek, orvosi igazolásokkal, vérvételi laboratóriumi IgG tesztekkel bizonyítva van, hogy a gyerek védett állapotban van, szükségtelen neki a további beoltása, és ezzel csak veszélyeztetjük a további egészségét. Tehát ez iránt indultak meg ezek az eljárások. És a Telexes cikk kiváltott egy média lavinát, ami elindult ellenünk, ez egy oltás ellenes hetsz kampány része volt, ami 2 napon belül eljutott a Rétvári Bence államtitkárhoz, aki aztán septében gyorsan nyilván rossz tanácsa kiadott egy sajtóközleményt, amiben nyilván azt sugalmazta a bíróságoknak, hogy a kormány azok mellett áll, és azt szeretnék, hogy olyan döntéseket hoznának ebben az ügyben, hogy az ugye a gyermekorvosok mentességére szolgáljon. Nyilván azért, mert maga sem tudta, hogy tulajdonképpen milyen ügyekről van szó. Ezért én mindjárt, amikor megjelent ez a Rétvári államtitkári nyilatkozat, egy beadványt fogalmaztam meg az államtitkár úrnak, ahol részletesen leírtam azt, hogy jelenleg hogy állnak ezek az ügyek, körülbelül miről van szó, hogy legalább tájékoztassam és megkértem az államtitkár urat, hogy legyen szíves, fogadjunk bennünket 3-4 szemét, ügyvédeket, esetleg egy orvos jöjjön velünk, aki tájékoztatja arról, hogy tulajdonképpen miről is van szó, mert ezek a szülők nem oltás ellenesek. Nem lehet egy olyan szülőt, aki egész idáig beoltatta a gyerekét, mindenféle kötelező oltást beadhatott neki, ráfogni, hogy ő oltás ellenes. Ez nonsens. És ez ugye megfogalmazódott, ez a beadvány április 10-én, akkor adtam postára, mai napig nem érkezett válasz az államtitkárunktól. Tehát most már lassan lejár 60 napos határidő, és utána fogok még egy beadványt írni, és felhívom az államtitkárságnak a figyelmét arra, hogy azért a beadványokra válaszolni illető nem. Tehát nem fogjuk annyiba hagyni ezt az ügyet, és azt is szeretném elmondani, hogy az ügyvédeink kőkemény munkát végeznek, és ez a telexes lavina cikk, ez az oltás ellenes hetsz kampány, ez egy óriási önfolgó. Ugyanis azóta, amióta minden médiában lejött ellenünk ez a lejárató hadművelet, azóta özönlenek befelé a szülőknek a megkereséseit. Egész idáig ugye nem tudtak rólunk, azt se tudták, hogy létezik egy ilyen összefogás, csak a médiában értesültek arról, hogy itt egy komoly szülőkből és jogászokból álló csapat van. Azóta, hála jó Istennek, van 2 újabb ügyvéd, aki érdeklődik a mi ügyeink iránt, és elképzelhető, hogy ők a jövőben csatlakoznak az ügyvédeink csoportjához, és az egyik ők ugye itt, akik Budapest környékén, ez nagy segítség lenne nekünk, mert a budapesti agglomeráció legjobban letelve, tehát itt vannak a legtöbb olyan szülő, akinek oltáskárosodott gyereke van. Szóval
Ez egy öngól volt, amit elindított ellenünk a média. És még azt is szeretném elmondani, hogy az RTL klubon is többször adtak le adásokat, amit itt nem tudunk ugye bejátszani, mert ezek nem kerültek megosztásra nyilvános felületen. És onnan felhívott engem a Hell Orsolya olyan nevezetű hír és média szerkesztő, nem tudom, azt hiszem, hogy hír szerkesztő, aki engem akart rábeszélni arról, hogy én ezekről az ügyeknek az állásáról tájékoztassam, vagy adjak egy riportot az RTL-nek. És elmondtam neki, hogy ne haragudjon, mondom, jogi ügyekben nem tudok tájékoztatást adni, mert én nem is ismerem egyébként belülről ezeket az ügyeket, de így jóhéjben elmondtam neki, hogy mi történt, és utána elkérte a Angelikának, illetve Pál Szántó Ágnesnek a telefonszámát, akikkel felvették a kapcsolatot, és egy ilyen pár perces riportot bevágtak velük, teljesen kiforgatva, totálisan ellenük fordítva az egészet. És mikor ráírtam a riport utána, vagyis rá akartam írni a Messengeren erre a Hell Orsolyáról, hogy hát ne haragudj, oda nem erről beszéltünk, letiltott. Tehát, hogy ennyit a médiáról és ennyit a mainstream médiáról, de ettől függetlenül nem adjuk fel ezt a harcot. És hogy hogy kerültünk bele, az is egy nagyon érdekes dolog, mert ugye mi annak idején, amikor a Covid ellen elkezdtük ezeket az ellenállási mozgalom szervezéseket, ugye senki más nem volt, csak mi voltunk, akik ez ellen harcoltak, és így ugye becsatlakozott az, ahogy már mondtunk, egy doktor úr elmondta, hogy már a gyerekoltások ügyét többen korábban megkezdték, tehát igazából mi tovább vittük ezt az ügyet, tovább folytattuk. Viszont én úgy gondolom, és most azt mondják az ügyvédek, hogy kérem szépen áttörtünk valami más is. Ugyanis azt talán elmondhatom, hogy az Országos Kórházi Főigazgatóság, akik ugye a gyermekoltások, gyermekorvosoknak tulajdonképpen az állami felügyelő szerve, ők fölállítottak egy munkacsoportot kimondottan ezekre az ügyekre. Ilyenre példa nem volt soha. És hát véletlenül az egyik gyermekorvos megadta a dr. Pál Szántó Ágnes, ugye a mi ügyvédünknek a nevét és a telefonszámát, és azt hitték ott, hogy ő velük van, és felhívták telefonon. És akkor mondják, hogy hát a gyerekoltások ügyében szeretnének konzultálni, meg hogy mi tulajdonképpen a fejés. És beszélgetnek, és mondja neki az ügyvédnő, hogy hát ne haragudjon, hogy tudja, hogy kit hívott fel. Hát a képviselő jogász. Nem. Ő az ellenfélnek a jogászát mondta föl. Jaj, hát akkor most mi is van tulajdonképpen. Na mindegy, hát a beszélgetést folytatták, és nagyon érdekes, másfél órásra sikerült körülbelül ez a beszélgetés. És az ugye kiderült, hogy ez az operatív csoportnak a feladata az, hogy kivizsgálja ezeket az ügyeket. És elmondta neki az ügyvédnő, hogy az ő kezén az összes ügy átmegy. Itt nincs olyan gyermek, amelyik nem lett volna beoltva. Megkapták azt az oltást, ami elő volt írva nekik. De előfordulnak ilyen megbetegedések, és igen, az önök orvosai hibákat követnek el, mert veszélyeztetik a gyerekeket. És lefagyott a hölgy. Nem tud mit hozzászólni. Aztán mondta, hogy jó, megköszöni a tájékoztatást, és maradjonak annyiban, hogy még tartják a kapcsolatot. Ez nagyon nagy dolog szerintem. És még egy fontos dolog történt azóta, amit szintén óriási gratuláció Mihalik Angelika doktornak és ugye Pál Szántó Ágnesnek, hogy kifundáltak valami nagyon érdekes dolgot. Politikai menedéki jogot kezdeményeznek másik Európai Uniós tagországban azoknak a szülőknek, akiknek ugye a gyermekoltás alóli mentesítését visszautasítja a magyar állam. És jelenleg tudomásom szerint 2 vagy 3 ügyben már meg is született ez a jogerős döntés Ausztriában, és mind a 3 esetben megkapták a politikai menedékjogot. Ez kérem szépen óriási dolog, hogy miért is. Ezt elmagyarázták nekünk az ügyvédek. Amikor ők kérik a politikai menedékjogot egy másik Európai Uniós tagországhoz, akkor csatolni kell a menekült státus kérő személynek az összes iratanyagát, lefordítva nyilván ugye német nyelvre, hogy megértsék, hogy miről van szó, és ebben megindokolni, hogy a menedékjog igenis jogos, mert akár meg is halhat az adott esetben ez a gyerek az oltástól,
és ezt meg kell nekik vizsgálni hivatalosan, hogy az orvosok által kiállított papírok, azok fennáll-e az a lehetőség, hogy tényleg bekövetkezhet ez a halál, és kérem szépen mind a három esetben megvizsgálták az osztrák hatóságok, és azt mondták, hogy ezt a gyereket megilleti a menedékjó. Ez óriási dolog, kérem szépen, mert ha egy másik Európai Uniós tagország hatósága azt mondja, hogy igenis a gyerek élete veszélyben van, akkor a magyar bíróság, a magyar hatóságok nem mondhatnak ez ellenes ítéletet. Amennyiben ez megtörténik, a Strasbourgi Emberi Jogok Bírósága elé kell vinni az ügyet, és a magyar állam ellen megindítani a hatósági eljárásokat. És ezt úgy gondolom, hogy ha ez így fog folytatódni, és még több olyan szülő lesz, aki ezt az utat kell, hogy megvárja, mert máskülönben nem tudja megvédeni a gyerekét, akkor igenis meg kell tenni. És azt is szeretném még elmondani, hogy ugye most június 25-én Székesfehérváron a Fejér Szövetség meghívására fognak tartani ügyvédeink egy ilyen tájékoztató jogászi előadást a gyerekoltásoknak az állásáról. És én ezzel kapcsolatban egy ilyen meghívó plakátot megosztottam a TikTokos csatornámon, és hát kérem szépen döbbenetes, hogy milyen kommentek érkeztek a szülők részéről. Csak egy-kettőt szeretnék megemlíteni. Az egyik szülő azt írta, hogy mit képzeltek ti, oltás ellenesek? Én itt élek kint Olaszországban 15 éve, és már 6. napja küszködöm a gyerekemmel, aki bárányhimlősen itthon van, és ezt is annak köszönhető, mert itt nincsen bárányhimlő elleni oltás. Hát röviden írtam annyit a hölgynek, hogy legyen szíves nézni utána, hogy mikor hatnak utoljára bárányhimlő. Ez az egyik. A másik. Az én gyerekem most kell, hogy menjen a tetanusz elleni oltásra, és én be fogom neki adatni, mert nem szeretném, hogyha elkapná a fertőzést. Visszaírtam a kis földnek, hogy ne haragudjon, tudja, hogy mi a tetanusz? És hogy hogyan terjed? Ha nem, akkor javaslom, hogy a Google-t azért üsse föl, mert fontos információkra fog tudni szert tenni. Tehát én azt gondolom, hogy még mindig van munkánk. Mert amíg szülők azt se tudják, hogy egy tetanusz az micsoda, meg hogy honnan jön. Ja, és akkor még válaszolt nekem a hölgy, ezt még el kell, hogy mondjam. Azt mondta, hogy mert neki azt mondta az orvos, hogy ha a ló ürülékkel érintkezik a gyerek, akkor attól elkaphatja a tetanuszt. Jó, mondtam, hogy tényleg a Google a barátja, de az a baj, hogy tényleg is tartunk, és ezek a szülők oltás elleneseznek bennünket. Az a baj, hogy igen, sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy sokszor azok a szülők, akik a mi konferenciáinkat és előadásainkat látják, sokkal tájékozottabbak azoknál, mint akik ilyen kommenteket írnak. És azért tudják ezeket a kötelező oltásokat így átvinni, mert nem tudják a szülők, hogy miről beszélnek. És ezt ugye én úgy gondolom, hogy nem is nagyon tudjuk abba hagyni ezt a munkát, mert így van, 5-6%-nyi embert kellene magunk mellé állítani ezekben az ügyekben, és ez 5-600 000 ember, amikor már át tudnánk fordulni az ügynek a másik felére, mert itt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy mi nem eltörölni akarjuk az oltásokat, hanem tegyék változtatóvá. A szülő döntse. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.